Tuning, legegyszerűbb tuning, nem kell még kipufogót se cserélni még mindig, hogyha a széria van rajta, és azt akarod, hogy megvaduljon a motor, és nem akarsz rá sokat költeni, akkor marha egyszerű, lánckerék áttétel változtatás. Egyel kisebb előre, egyel nagyobb, vagy kettővel nagyobb hátulra, egy naked bike, egy sportmotor, egy sportúramotor, 650 ezer megbutul ettől a változtatástól. Olyan szinten, mintha rápakolnál 30 lóerőt a motorodra. Minél kisebb a köbcenti, annál kevésbé érezni ezt a változást, de azért nem elhanyagolható, tehát érezni fogod határozottan egy 600-as motoron is. Ezres motornál meg egész egyszerűen valami überbrutál érményt csinál egy ezres sportmotoron, vagy egyel kisebb elő, kettővel nagyobb hátul. Én az összes motoromon leszoktam szórni, ahogy bejárattam a motorokat, azonnal ezt a lánckerék áttételt választottam, mert onnantól kezdve lett annyira brutálisan izgalmas a motor, hogy egy ilyen motorra visszaülve egy szériára, a széria unalmasnak tűnik, olyan kifinomultnak, olyan úriemberesnek, olyan gentlemanesnek tűnik egy széria utcai motor egy áttételezetthez képest. Úgyhogy még mielőtt komoly pénzeket vernétek bele, és ezek a lánckerék áttétel változtatások, ezek még nem kívánnak egyébként a lánccserét. Tehát ez még ugyanazzal a lánccal is megy. Ezt most nem tudom, mennyibe kerül a tőzsdén egy fogaskerék egyébként, de szerintem, hogyha nagyon-nagyon vagy lánckerék, még mielőtt megint valami nyelvtannácit betámad, a fékfolyadék fékolajjal egyébként, ugye, ami volt nemrég egy ilyen videó, és beírták nagyon okosan, hogy ez fékfolyadék, rosszul írod. Csak hogy a köznyelvben egyébként, és én hiszek a Google-nak, mert ugye mindenkinek a barátja, hogyha beütitek, hogy fékolaj, arra háromszor annyi találat van, mint arra, hogy fékfolyadék. Tehát megint csak azt mondom, hogy aki akarta, megértette, ugyanúgy a fogaskereket is, ha lánckeréknek mondom, vagy fordítva, azt is tudja mindenki, hogy mire gondolok arra, kis hátul a kerékkel együtt pörgő kis alkatrészre, úgyhogy ha azt cserélitek, ennyi fog változtatással, elől egyel kisebb, hátul egyel vagy kettővel nagyobb, részben brutál lesz a motor, másrészt nem kell elé láncot cserélni, és ez a legalapvetőbb tuning. Ha gyorsan motort akarsz, ezzel kezd. Ja, hát az órája az csalni fog, de hát valamiért, úgyhogy nekem ne gyertek ide, hogy innentek az 500-as GS, az 275-öt ment ötödikbe, mert...